Out.
Sziasztok, szia Jutus, szia Nicsu, szép reggelt mindenkinek, és köszönöm még egyszer Jutus a feliratkozást, köszi, köszi, a 12-et. Mi a helyzet amúgy, hogy vagytok? Ej, ej. Most gondoltam, hogy délelőtt folytatom egy kicsit a Last of Us-t, aztán délután pihenés. Ah, hát igen. Hát igen, és vagy az az igazság, este ugye most dolgoztam, és az kicsit tudtam bent pihenni, azért gondoltam, hogy reggel egy kicsit játszok ezzel. Aztán nem mondom azt, hogy nem érzem én is úgy, hogy hát ott bent ugye nehezebben tudtam pihenni, és akkor nem olyan, mint amikor itthon kialudsza magát az ember. De igen, ráadásul hétfő van, ha jól emlékszem. Mert ugye én most össze vagyok kicsit kavarodva. Igen, ma a hétfő van. Á, Jucus, te meg pedig melóba tartasz. Hát igen. Hát akkor kitartás, meg Nicsu, neked is megmondom, akkor... Ja, igen, a zene. Nicsu, akkor dolgozni mész te is, ugye? Hát Jucus, akkor igen. Azt tudom, hogy a meló melója. Hát, azért kitartás mind a kettőtöknek a mai napon. Ja, hogy otthon vagy. Ja, értem. Akkor viszont igen, úgy egy picit jobb. Azt tény, várjunk, közben indítottam a játékot. Ez az. Meg azon gondolkodom, mert mostanában ritkábban streameltem, így nézegetem, hogy mit nem kapcsolok be, mit kapcsoltam ki. Vagy be, vagy valami, de úgy látom, hogy itt jó. Mármint az én hangom, a játék hangja is elméletileg. Nyom meg bármelyik gombot, akkor megnyomjuk a bármelyik gombot. És akkor folytatás. Igazából az elején egy két és fél órát játszottam bele, az nem sok, nem volt sok. De hát azt ugye éjjel csináltam, aztán kellett menni dolgozni. Most meglátjuk, hogy majd... Ugye... Aha, itt tartottunk. Jaj. Ja, már későn nyúl. Hogy ezt a játékot már nagyon vártuk. Igen, már régebben volt, Nicsó, az, ez tény. Hát azt mondjuk én se gondoltam így, hogy egy éve, talán, hogy annyi volt, de igen. Igen, Jucos, van egy ilyen fura érzés, hogy amikor hónapokig majdnem, hogy csak azért kapcsolod be, hogy bizonyos dolgokat gyors megnézem rajta. Jaj! Várja, azt sem tudom, melyikkel kell futni. Aha, jó. És ez normál fokozat.
Tippek azok jól jönnek, de nem azzal volt a baj. Amúgy sokkal másképpen kell irányítani, mint a második részt. Azért egy kicsit fura, mert ahhoz vagyok szokva legutóbb. Voltam. Ja, a zseblap az nem kell. Hát, Jutus, az a permadet dolog, azt nem tudom, mert talán easy. Talán. Hát, igen, csak gondolom, hogy azért az annyi idő alatt azért. De dolgozol már, nem? Azaz, azaz. Hát figyelj, Jutus, ez nem tudom, mert ez nem olyan egyszerű, csak az, hogy ja, várjál, jó. Nem, de nem, hallgatózni a kéne. Ezzel hallgatózik, jó. Azért csak megtaláltam. Ja, hogy ez volt a baj, aha. Édesem, de hülye vagyok. Azt nem így kellett volna. Be a sarokba akartam dobni. De, na jó. Ja, igen, a munka az. Hát nekem is most azért elég sokat kell menni itt. Kevés. What? Kire lőnek? Ja! De miért veszel észre, mikor csendbe ölöm az embert? Ez érdekes amúgy. Hát nagyon hamar meg lehet halni. Hát ebből szerintem Grandit fokozat se nagyon lesz. Várjál. Úgyhogy, ja, itt elég sokat kell menni itt is, nálam. Várjál. Te... Ja, elraktam, aha. Oké. Na, talán így. De várja, nem jó. Nem jó, mert az baj, nem lehet itt normálisan elbújni. Na talán. Ó, hát ez így. Ez így nem jó. Érdekes. We need to get to that door. Bár megint, ja, ezzel kell futni. Azért meggyógyítjuk magunkat. Na, várja. Aha, az úgy háttal áll. Csak az a baj, hogyha kimegyek.
Ja, ó, értem. A scriptelt rész. Mi a? Az komoly. Hát igen. Hát igen, már ugye 2013, hogy volt? Már nem is tudom. Igen. Hát az biztos, hogy elment így az idő meg minden, csak az, hogy én is 4 éve streamel... Ja nem, várja. Mikor kezdtem el streamelni? 14-ben talán, vagy 15? Igen. Hát a, igen, ha így nézzük, akkor az idő, vagy... Az idő az így... Hamar megy. Sokszor az ember észrevesz, így veszi, hogy így napok, hetek, hónapok, aztán ugye... Hát igen. Ja, hogy megmaradt még az a... Ez is. De akkor úgy vagy otthon, hogy most jelen pillanatban nem dolgozol, vagy csak munkából vagy otthon? Az egyik elméletileg... Nem, hárman vannak, bocsánat. De... És egy negyedik mászkál, vagy hogy van ez? Nem értem. Vajon a hangokra... Elvileg, ha igaz, akkor úgy reagálnak a hangokra, hogy amit meglő, az ember oda megy. Majd az utolsónak kíváncsi vagyok. Jó, itt annyira nem bonyolult, ahogy nézem. Augusztus végén, most... Ó, értem. Hát remélem, hogy összejön a következő munkahely, mert... Pláne a mostani helyzetben azért. Don't be stupid. És ahova most szeretnél menni, az milyen terület? Ez az. Jó, várjunk csak. Kíváncsi vagyok valamire. Aha, nem. I don't see him. You got visuals? Negative. Search the perimeter. Aha, el tudják veszíteni így a nyomokat. Jaj, ez így nem jó. Hogy két irányból, aztán nem, úgy, azaz. Ja, értem, hogy tovább tan... Ah, igen, aha. Vagy úgy, hogy, ja, ér, a oktatásban, igen. Akkor ezek szerint még... Végelet is most... Ja, értem. Na, hát reméljük az azért összejön akkor.
Ez az. Reméljük időjön. Érdekes, hogy... He's fucking not here! All right, listen. Na, hát bocs, de... Nem ér. Hopp, ott kiesett a lőszer, az kell nekünk, új. Is this rat? Oh God. Oh no. Oh. Na, ez is megvan. Na, erre kíváncsi leszek. Ja, most vagyunk a másik oldalon. Where are we going, Merlene? This way. It's not far now. You okay? I'm running on fumes, but I'll make it. The place is right up ahead. Attention. Curfew is now in full effect. Anyone caught outside without proper authorization will be arrested and prosecuted. Kiárási tilalom. Jaj, nem lehet futni. Anyone caught outside without proper authorization will be arrested and prosecuted. Nézem, hogy van-e valami extra itt a sarkokban, valami gyűjthető tárgy. De eddig is... De eddig semmi. Joel, give me a hand with this. Aha, itt valószínűleg nem lesz. Come on now. Get on up. The fuck away from me. Oho. Let her go. You're recruiting kind of young, aren't you? She's not one of mine. Oh, shit. What happened? Don't worry, this is fixable. I got his help. But I can't come with you. Well, then I'm staying. Ellie, we won't get another shot at this. Hey, we're smuggling her? There's a crew of Fireflies that'll meet you at the Capitol building. That's not exactly close. You're capable. You hand her off, come back, the weapons are yours. Double what Robert sold me. Speaking of which, where are they? Back in our camp. We're not smuggling shit until I see them. You'll follow me. You can verify the weapons. I can get patched up. But she's not crossing to that part of town. I want Joel to watch over her. Whoa, whoa, I don't Bullshit, think that's the I'm best not Ellie. Him.
How do you know them? I was close with his brother Tommy. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you too. He was a good man. I could just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. It's just cargo, Joel. Marlene. No more talking. You'll be fine. Now go with him. Don't take long. And you, stay close. Let's go. Heard all the shooting, but what happened? Fireflies. Same thing's gonna happen to us if we don't get off the street. You're the pro. I'm just following you. Várjunk itt a rezget valami. Oh! Pedig rezgetek. Aha! Valószínűleg akkor csak egyet rezeg, és onnan kéne tudnom, hogy van ott valami. Mert másodszorra már nem. Nagyjából azért kezd derengeni itt, hogy hol mi volt. Ja, jó, ő lejött a lépcsőn, okosabb volt. Where are we going? Up there. That'll get us to the North Tunnel. How are we supposed to reach that? Just give me a minute. Tudj, oda kell följönni. Valami létre kéne szerintem. Ó, ja nem is létre. You use it to smuggle things? Yep. Like illegal things? Sometimes. You ever smuggle a kid before? No, that's a first. That's cool.
What's the deal with you and Marlene anyways? I don't know. She's my friend, I guess. Your friend, huh? You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like, 12? She knew my mom, and she's been looking after me. And I'm 14, not that that has anything to do with anything. So where are your parents? Where are anyone's parents? Oh, what? They've been gone a long, long time. Valamit ezek megint. So instead of just staying in school, you decide to run up and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at. You wanna know the best thing about my job? I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good. Na mindegy, ja, valami biztos mutat. Is it? What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? I am sure you will figure that out. Your watch is broken. You mumble in your sleep. I hate bad dreams. Yeah, me too. You know, I've never been this close to the outside. Look how dark it is. Can't be any worse out there. Can it? What on earth do the Fireflies want with you? Hey. Sorry it took so long. Soldiers fucking everywhere. How's Marlene? She'll make it. I saw the merchandise. It's a lot. Wanna do this? Yeah. Let's go. Csáblát, hello, hello. Szép napot. Ja, rendben, rendben, köszönöm szépen, köszi, köszi. Annyi, hogy gyors egy mosdóba kiugrok, meg hozok még innivalót, mert azt viszont elfelejtettem, egy pillanat is jövök. Amúgy mi a helyzetben? Meg neked is kitartást, mert ugye aki ma dolgozik, és az a jó, hogyha ugye, bár maga a munka az nem mindig kellemes, de ugye jó, hogyha van. Pillanat türelmet. Jaj.
Na, meg is vagyok. Nézzük. Azt mondja. Hát itt se ír semmi interakciót. Marlene wanted to do it herself. They weren't their first choice. Or the second for that matter. She's lost a lot of men. Beggars can't be choosers. Amúgy egy-két ilyen fontosabb helyszínt kivéve kb. Szinte semmire nem emlékszek. Hogy merre kell menni, meg mit tudom én. Úgyhogy vakon, kb. Majdnem hogy. Ja, hogy nyugis, na, még a füzet, az jó, az... Én azt mondom, Blát, hogy az érkezhetne az... Havonta többször is. Várjunk ezt így. Ja, ez valami csempész áru téma. Szerintem itt nagyon más nem fogok találni. Aha. Hát nem. Lehet, le kéne pihennem. Ó, várjál csak, ez gyanús nekem. Nem. Ja, tudom, csak mondom, hogy... Most lehet, hogy én nem voltam elég figyelmes, mondott valamit a csaj, hogy kéne valamit csinálnom, mert... Ja, jó, nem szóltam. No. Te ismerős. Ja, fasza, nekem nagyon bejön, ugye. Jó, én részben az ilyen stílussal kapcsolatban ezeket imádom, úgyhogy amúgy is elfogult vagyok a sorozattal kapcsolatban, nekem nagy kedvencem. De ja, az... Ugye azt beszélgettük, hogy így nagyjából mik vannak, meg hogy. Na izé, én mindegy, ahogy a második részben itt is azt várom, amikor majd meg lesz az íj. Mert én íjazni jobban szeretek ebben, mint lőni. A hizét, amit nem is tudom kinek mondtam, Kobbival beszélgettem, hogy az irányítás az viszont a... Mi vagy átemelték kicsit a... Vagy fejlesztették, vagy átemelték a második részből. Nem olyan, nem érzem olyan topának, mint a régen. Szóval, hogy szerintem, hogyha nem lehet semmi... Nagyon állítva ott, hogy több ellenfél legyen, meg ilyenek. Habár a sebzés szerintem az kicsit erős ezen a normál fokozaton. De én úgy érzem, hogy talán könnyebb dolga van a játékosnak végvinni ugyanazon a nehézségi fokozaton, mint régen. Ja, igen. Hát majd jön PC-re is. Feltehetőleg egy ilyen fél év késéssel. Ja, várjál. Na, mindegy. El akartam volna. Várjál, de... Aha, itt vannak. Ó, hogy van már... Ja. Ez ugye olyan, mint a második részben. Ez a... Hallgatózás. Na, mondjuk eznek több értelme van szerintem. Tájkészítési sebesség az annyira nem.
Hát pontosan nem emlékszem teljesen, hogy... hogy hogy volt ott ez az egész, de az ikonok biztos, hogy nem ilyenek voltak, meg a... meg ugye a fegyverfejlesztésnél van nagy változás, mert ott már ugye ilyen... rendesen mutatja, azt ugye beszéltük szerintem veled. Na, ezt akartam. Ja, ja, hogy ennyi, jó. Hát ja, azért jó lesz ez. Ja nem, veled? Na, már fene tudja, hogy... ugye, mert a második részben ott ugye játszottad te is, hogy oda ment az asztalhoz, és így fogta a puskát, meg mindent, és akkor így a kezébe tisztogatta, meg rárakott valamit, ugye. Ebben régen meg az volt, hogy volt egy menü, kiválasztottad, és kész, vége, ennyi volt, de... ilyen menüpontszerűen. Rain ain't gonna do us any good. Holy shit. I'm actually outside. Hát... innovatív ilyen... igen, hogy jelentősége olyan szempontból nincs, hogy játékmechanikailag nem jelent semmit, ez inkább ilyen egy plusz részlet, hogy nem egy menübe csinálod, a ilyen realisztikusabb inkább, vagy hogy mondjam. Vagy nem tudom. Nekem amúgy marhára bejött, mert ugye amikor így összeszereli a fegyvert, akkor látszik rajta a változás, hogy mit csináltál, mit nem. Nem csak egy statisztika, ugye? Én amit mondtam másoknak, nem biztos, hogy neked, hogy annak örülnék, hogy így... fel... hoppa. Jaj! Just gonna hold him up or something. Oh shit. Look. Egybe kiadnák a kettőt, mert ugye most faszán fölhúzták az első részt, de hogy kéne egy olyan ilyen csomagnak kéne lenni, hogy egy tokva benne van a mind a két rész, tudod, és azt így megvenném egybe. Például lemezes. I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's 3 weeks old. No, everyone turns within 2 days, so you stop bullshitting. It's 3 weeks. I swear. Why would she set you up? Igen. Hogy egy díszdoboz párt 1-2, vagy mit tudom én minek nevezzük, vagy komplex story, vagy nem tudom micsoda. Hát igen, úgyhogy ez igazából egy csomagban legyen ez a kettő. Nem muszáj ilyen mindenféle collectors dolgokat mellé csomagolni, csak egy legalább mi akár fémtokban is benne lenne a 4 lemez, ugye meg két-két Blu-ray-en van mind a kettő játék. És akkor úgy. És durva amúgy, hogy szóval mindig az jut eszembe, hogy én nem gondoltam volna soha, hogy ezt meglépik. Annyira jó azt látni, hogy egy szinten van a két rész, hogy nem az van, hogy mit tudom én, oké, van az a remastered, azt ugye igazából mit tudom én, úgy játszott, de nem úgy néz ki, meg mit tudom, és akkor... hoppa! Ezt lehet, nem így kellett volna. És hogy... ha valaki egymás után így fogja, előveszi, akár később is végigjátsza,
Akkor tudod, nem az van, hogy jaj, ez még ilyen esetlen volt, ez még ilyen mit tudom én micsoda. Nem csak a látványról beszélek, hanem játék mechanikailag esetlen volt. És konkrétan egyik mind a két részben nem esel ki a hol a fluid érzésből, hogy hogy mit tudom én, ezt más irányítani, alig várom, hogy már másodikat irányítsam. Nekem a célzással rohadt nagy gondjaim voltak, de ugye, és mondtam Koblinak is, amikor beszéltem vele most minap, hogy az a durva, hogy nem, először azt hittem, hogy az FPS miatt, hogy talán a 60 FPS az azzal ott a probléma, de nem, mert ugye a PS4-es verzió az 60 FPS-sel futott az előző részből, úgyhogy nem, nem azon múlt, hanem szimplán nem úgy működött, vagy nem tudom, valamit nem úgy állítottak be. Nem értek hozzá. Viszont nem igazán tudom, hogy merre kéne menni. Ó, oh, várja. Hát nem erre. Jézusom. Akkor elmegyünk erre. Vagy egyszer csak kijutok. Aha. Igen, igen, új játék, mindenképpen új játéknak tekintettő ez miatt, ugye, hogy felsoroltam még egy ilyen listán, hogy mik változtak benne, játékmódok, a fizika, a részletesség, ugye a maga grafika, az, hogy az AI, még ha egy picit is nyúltak bele, ugye az irányítás, meg a szájmozgás, itt a szinkronnál ott nem tudom, hogy mik, akkor a játékmódok, ja, azt említettem, ott a menüben nem tudom, milyen extrák vannak még, amiket így pluszba be tudsz állítani. Úgy akkor ott nekünk a felirat például. És a, ugye ezért, valószínűleg ezért kezeli így is a Sony, hogy... játékként kezeli. Én abból a szempontból örülök, hogyha nem ez lett volna, hanem még egy remastered-et kapunk, akkor viszont a felirat nem lett volna benne, mert az annak köszönhető, hogy úgy tekint rá, mintha egy most megjelenő játék lenne. Persze, ugye azt beszéltük, ugye meg sok mindenkinek mondtam, hogy ott egy picit vár az ember, lejjebb megy. Úgy, ahogy most te megvárod a PC-t, hogy mit tudom én, ugye ha valakinek azonnal kell a játék, szeretne vele játszani, akkor így is úgy is megveszi, akkor nem lesz gond. Ha meg nem, akkor picit vár. Én azt mondom, hogy szerintem egy fél év után, mit tudom én, jön a PC-s verzió, akkor a PS5-ös kap biztos valami akciót. Vagy nem tudom. Igazából szerintem pláne azért nem probléma ez a dolog, ez az egész, hogy várni kell vele, hogyha valaki már végigjátszotta régen, a sztori ugyanaz, ugye. Ha annyira nem számít, hogy ennyit fizessen érte, akkor megjön a God of War, azzal úgyis el lesz az illető, szerintem, mert hogyha valaki ezt szereti, akkor biztos az, szerintem azt is meg fogja venni. Hogyha ilyen Sony sztori játékokat szeret, és szerintem úgy könnyebb várni vele, hogy kimaxolsz egy God of War-t. Ja, igen. Ja, persze, jogos. Már egy pillanatot.
Jan, folytatom. Ó, csak észrevettek. Ez érdekes. Ja, mert gondolom, ja, egyfolytában kéne menni. Azt mondja. Valamire kíváncsi vagyok. Ja. Ja, egyfolytában kéne mondani. Majdnem észrevettek. Na. Anyád is jön ide. Az anyádat? Na mindjárt olvasod. Na, most megbolygattam őket. Na na, ez nem volt jó. De fogdok. Ez az. Jaj. Igen, 80%-ig használtuk az adott keretbe, szóval... Na, szuper, szuper. Az jó. Az jó. Ne is legyen gond. Amúgy te fogsz ma streamelni? De miért? Mondd meg, ne így gyere fel.
Jess, you got any idea which way? Looks so different. De a fűtés az neccesebb amúgy, az tény. Kedvtől függ majd idő. Nem itt kéne lebukni a víz alá? Ja nem. Right. Stay close. Yeah, at least we're out of the rain. Ja, értem. Hogy az miatt akkor, vagy annak függvénye, aha. Ó, ez megtartották ezt a kocogtatást. A második részben ilyen nem volt, nem? Én úgy emlékszem, hogy így oda kellett verni a zseblámpát. Még nem emlékszek ilyenre. Ja, aha, na és tetszett? Ja, persze, hát egészen más fogásra. Szerintem sokkal masszívabb, nem a négyes, az nem tudom, nekem sokkal nehezebb ez, és mi a neve? Olyan érzése van az embernek, mintha ebbe több anyag lenne, vagy nem tudom, hogy magyarázni így, az olyan picit olyan fura. Utána, hogyha én is van, amikor kézbe veszem a négyest, így utólag, és kicsit olyan spórolósnak tűnik, vagy érted, mit mondok. Maga rezgés terén ugye egyértelmű, hogy sokkal faszább. De rezgésben is, ha valaki akarja így látni, hogy rezeg, meg milyen dolgokat tud, az az Astrobot játék, ugye, ami megmutatja a többi az ilyen immelámmal használja ezeket a funkciókat ki. Vagy nem annyira, hogy mondjam, vagy hogy sokat kell játszani, hogy lásd minden funkcióját. Meg én iszonyat örülök neki, például, hogy nem csak hangszóró van már benne, hanem mikrofon, ugye? Nem, konkrétan nem kell a PS füles. Ezért nem is csomagolnak már ugye a PS5-höz ilyen fülest, mert konkrétan a kontroller az egy... Hát nem headset, de hogy helyettesíti. Ja, igen, fura. Mondom, nekem is az volt, amikor így kézbe vettem is... ilyen kicsit ducibb talán, ilyen nagyobb, tudod? Vagy hát nem talán, hanem az, és ja. Ebből kifolyólag megvan az az érzés. Merre nem mentem még erre? Tess, up through here through this pipe. Mhm, az. I think we can make it through here. Stay very close, son. De bírom, én a így a rezgések, ne, a iszínál, amikor mondják, hogy így felhúzó egy íjat, meg ilyesmi, ott nem minden játékban érzem ugyanúgy ezt a dolgot, de viszont ott az Astrobotban, ott rettenetesen durván meg volt csinálva. Illetve például, amikor így esik az eső, meg minden, vagy ezek a vízcseppek is, akkor így ráesnek a karakter hátára, vagy valami, azokat ugye rendesen így érzékelteti. Például itt, úgyhogy... És az a jó, az a durva, hogyha megveszed PC-re a játékokat, ezeket a PS5 játékokat, ugyanúgy támogatja a kontroller. Úgyhogy igazából veszel egy kontrollert PC-hez, és akkor ugyanott vagy, mint hogyha a PS5-ön játszanál. Legalábbis tudtommal ugyanúgy kezeli, mert én úgy emlékszem a Pókemberbe ott kezeli, ugye. Volt egy-két játék a Call of Duty-nak a részei, meg a
mi az a játék, a Metro Exodus, az, azok is kezelik azt, hogy a ravasz így visszarúg meg ilyeneket. Azt már ugye azelőtt kezelte, mielőtt a Sony így rálépett volna erre a támogatás dologra. De most ugye elméletileg meg lesz valami szoftver, ami, a, amihez nem kell, hogy PlayStation-od legyen, hogy fel upgrade-eld a kontrollert, mert ugye belső ilyen firmware van a kontrolleren, hogy frissíteni kell. Viszont azt akartam mondani, hogy most, ha megveszel egy PS5 kontrollert, akkor... Nem tudom, hogy hogy áll a Sony ezzel a, pro, ezzel a szoftverrel, amit a kontrollerhez kiadnak PC-re, de hogy elméletek PS5 szükséges az első használathoz, hogy rácsatlakoztasd és frissítsd a kontrollert. Nem tudom, hogyha nem teszed meg, hogy akkor működik egyáltalán, vagy hogy hogy működik. De azt viszont elfelejtettem mondani. Vagy hát most jut eszem, hogy azért ezt érdemes számba venni, mielőtt az ember vesz kontrollert. Persze attól függetlenül még meg lehet venni, mert ha most nem úgy működik, akkor később azt ígérte a Sony, hogy ugye kiad egy olyan programot, hogy ne kelljen PS5-tel frissíteni. De amúgy van ilyen, ja. Várjál. Látod, itt van. Itt, hogyha most így nekem napra kész, ugye, mert frissítve. A fullos támogatást megkapta, nem, azzal nincs probléma. Az a kérdés, hogy tudod-e már frissíteni, mert ugye nem tudom, hogy szoftvert kiad a Sony, és utána akarja az applikációt, ezt a, úgy, mint a Microsoftnál van az az Xbox applikáció, mert lesz egy ilyen PS app, vagy nem tudom micsoda, amit le lehet majd tölteni, vagy pedig egybe akarja kiadni, de én még úgy tudom, vagy inkább úgy mondom, hogy nincs még tudomásom arról, hogy lenne ilyen program a PC-re, hanem ez csak egy ilyen terv, hogy majd jön. Nem tudom, hogy hol tartanak ebbe a témába. Szia, Liv! De azért mondom, hogyha veszel kontrollert, akkor és ha még nincs ilyen, nincs ez megoldva, akkor érdemes elugrani ismerőshöz, akinek ne adj Isten van PS5, és gyors lefrissíteni. Igen, igen, azért mondom, hogy nekem a legutolsó infom az, hogy még nem adták ki ezt a programot, hanem majd kifogják, ez csak egy ilyen, meg az app, az meg pláne nincs még kint, ugye csak az a PS Plus-os, amit beszéltünk, hogy ilyen Magyarországon igazából használhatatlan, vagy magyar akkonttal, bocsánat, nem Magyarországon, hanem magyar profillal. Szia, Liv, még egyszer, szia, szia. Úgyhogy na, ez is, hogyha bemegyek... Ja, és ez mindig így szól, hogyha ugye van új, ez arra van, ha jól tudom, hogy direkt ezeket a motorokat állítgassa, hogy bizonyos játékoknál hogy viselkedjen, meg mit tudom én... Meg a érdekes, hogy a... Azt bírom ebbe a kontrollerbe, hogy van rajta LED. Jó, ez csak egy plusz érdekesség így, meg a régen is volt a DualShock 4-en, hogy az tetszett benne, hogy például a kis apróság ugye... Ez nem újdonság a PS5-nél, csak itt is van, hogy ugye zölden világít, amikor mutatja, hogy nem vagy megsérülve, és akkor, hogy meglőnek, akkor mit tudom, átmegy narancssárgába, pirosba, tudod, ahogy sebződsz. Ez is ilyen érdekes. Vagy láttam olyan játékot, ahol mondjuk a rendőrautónak a villogóját úgy jelezte, hogy kéken pirosan így elkezdett villogni, meg ilyenek. Érdekes. Már a mi játék támogatja.
Hogy viszi a víz? So what happened here? They bombed the hell out of the surrounding areas to the quarantine zones, hoping to kill as much of the infected as possible. It worked for a little while. Igen, igen, plusz érdekesség. Ahogy az is, hogy ugye a hangszórón hallasz néha hangokat, hogyha van nálad mobiltelefon vagy rádió, akkor azok a hangok ott jönnek ki. Ha jól emlékszem, ezt nem is lehet kikapcsolni. Mármint, hogy nem tudod úgy átállítani, hogy a tévén jöjjenek, ha jól tudom. Itt szerintem tuti... Ó, oh, aha, már mindjárt bel is sétál. Ja, de várjás, csak egy üveg. Azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy van izé valami felszedhető dolog. Mindig az ilyen sarkokba szoktak eldúlni. Tudom, ott a falon mi akar lenni. Így körbenézek. Igen, igen. Jó, vannak olyanok, akiket zavar még maga a rezgés is, és kikapcsolják. Hál' Isten, ugye ez ilyen választható dolog. De, ja. Hát, ugye... Én olyan szempontból durvának tartom ezt a kontrollert, hogy... Én nem emlékszem, hogy bármi... Hogy létezne, csak közel ilyen kontroller, amiben ennyi dolog benne van. Mármint úgy, hogy a... Mozgásérzékelés, rezgés, adaptív, mikrofon, hangszóró, tapipad, meg a LED, stb. 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 De ugye, ilyen szempontból nagyon durva. Nem csak a gépet rakták jól össze, hanem... Ilyen téren is, de itt várjál, mit is kell itt csinálni? Nem, ez a sem a pont. Ja. Ja, itt... Aha. Az a baj, hogy frankon nem emlékszem, hogy a játékra, mert végigjátszottam egyszer tavaly, talán még PS4-en. De úgy elfelejtettem már a dolgokat. Ja, erre biztos. Ha majd ott kell be... Nem, várjál. Ez egy plusz dolog itt. Hey, Tess. Ja nem, ha erre kell menni, itt találkozunk először a gombákkal, ez megvan. De nekem ott körbe kéne néznem. Ó, aha. Minden út oda vezet. Itt a szemetes ládákban esetleg valami. Nem akarom elhinni, hogy nincs itt semmi. Túlságosan. Ja, ez van. Ja, itt meg csak erre lehet menni. Jaj. Na várjál. Jaj. Jó van. Itt jöttem volna be. Ez az. Na itt lesz. Itt betámadnak, azt tudom. Mi az, ami itt lesz? Lehet egy szinte feljön. Been ripped apart.
Body's pretty fresh. Is that bad? Yeah, it might be. Let's not stick around. Mindjárt, bár ja, a listámon rajta vannak egy pillanatban, mindjárt megnézem. Kettő van talán még, ha jól emlékszem. Igen, igen, egy napon jelenik meg az Evil West, meg a Soul Ties, vagy nem tudom mi a pontos neve, de ja, azok, és akkor októberben lesz egy, a Blacktail, a God of War az egy, az november, és akkor decemberben a Callisto, illetve állítólag a Stalker 2-t is kijön akkor, úgyhogy azt majd meglátjuk, de havonta minimum egy játék lesz, konkrét, amit meg kell vennem. Szóval, hogy... Várjál, szeptember, október, november, december. Aha, négy hónap, négy játék. Ugye most ezt vettem meg. Ha jó, a Plague Tale-t azt nem kell megvennem, mert az ugye az Xbox-ba benne lesz. De vegyük úgy, hogy azt megvenném, ha nem, ha úgy van. És akkor a God of War meg a Callisto. Úgyhogy minden hónapban lesz számomra egy olyan játék, amit így... Így nagyon, érted? Amit így nagyon... Nem az, hogy belenézek, hanem úgy végigjátszom. Igen, akkor azt lehet, hogy nem írtam át még. Ja, várjál, akkor mindjárt ki is javítom egy pillanat. Azt lehet, igen, mert annyi mindent toltak már össze-vissza, hogy... Viszont akkor novemberben lesz két játék. Nem, ja, hát ez az Evil West, ez olyan, hogy valószínűleg nem... Tudom, hogy megeveszem még, akkor az a God of War után lesz. Aha. Ez a Soul Ties, ez meg ezt például nagyon várom olyan szinten, hogy nem tudom, hogy néztél a videót belőle, ez egy ilyen Devil May Cry, meg a Souls játékok egyvelege lesz. Azt mondod, november 22. Oké. Köszönöm. Hát, nem tudom, hogy melyik az a minden, mármint úgy, hogy amiket én akarok jövőre, az a Dead Space remake, ugye a legelső. Hát, Forspoken ide írtam, de ez nem tudom. Tehát Day Before, ugye az március, Resident Evil 4 március, akkor nyáron lesz a Robotzsarunak a játék, és a Hell is Us az a valamikor októberben. Én ennyit írtam a 2023-ashoz. Aha. Azért mondom, hogy... Várjál! A Soul Ties-ból volt demo, vagy melyikre gondolsz? Na, ezt írtam fel 2023-ra, és... Ez meg a 22-es. Aztán a Stalker, ott nem tudom, ott azért... Kétes a dolog, mert ugye az olyan hányatatott sorsú, de én azért odaírtam, mert az az utolsó időpont, amit én hallottam. Pillanat, még kiugrok megint mostóba. Jaj. Á, bocsi, elnézést, várja. Igen, múltkor is pont ez volt a probléma, várja. Igen, várja. Megpróbálom, itt valami volt ezekkel a linkelésekkel, csak ezt nem tudom, hogy hol van beállítva, vagy kiállítva. Hogy ez most a Discord, a Twitch csinálja, vagy a Streamlabs botja.
Ja, Streamlabs, aha, akkor ott valami nem stimmel, várj egy picit. Ja. Mert mutko is volt, hogy valaki akart linkelni, és ugyanígy így betörölt a izé. Várjál. Ja, várja, ez nem. De amíg nem tudom átállítani, addig ezt. De... Ja. Á, most jó, akkor ezek szerint úgy csináltam. Köszönöm, várjál, mindjárt rá is nézek. Ó, na ez az, ez az. Ah, na látod, én ezt például nem tudtam, én azt hittem, hogy az a demo az egy ilyen fejlesztői demo, ami fönn van a neten, mert magát ott láttam a neten, úgyhogy szerintem azt csinálom, hogy akkor ezt ki is próbálom. Igen, nekem baromira bejön. Megmondom őszintén, a legelső egy-két videó alapján, amit régen láttam belőle, ott nekem annyira nem jött be. De így, ahogy most a képi világát látom, ez brutál tetszik. Mindegy, letöltöm a demót, akkor valószínűleg azt ki is próbálom. Mert ez viszont, ez érdekelne. Ja. Nem. Már ja, hogy is? Pillanat. Jaj. Nem, ez se jó. Minden gépemen másképp van a hülye Steam aztán. Türelmet, akkor mégiscsak először WC-re megyek, és majd utána.
Ezért lehet, hogy akkor gyors ki is próbálom. Milyen hosszú a demo, Blád? Egy ilyen 20 perc kb. Ja, akkor jó, akkor lehet, hogy gyors kipróbálom, azt utána folytatom a Last of Us-t, mert kíváncsi vagyok erre gyors. Ja, de ez más kontroller külön pillanat.
Az előbb nem találtam, bocs, egy kábel, csak sikerült azóta pótolni. Annyi, hogy a streamet gyorsra startoljuk, addig, amíg a demo megy, vagy akkor külön legyen, azt mondja. Ehhez is van bejegyzés, valahol kell, hogy legyen. Aha, itt van. Ja, rendben, rendben, oké. Mindjárt akkor újraindítom.